Hogyan tanítsuk gyermekeinket rajzolni, akár már egy éves kortól, a jobb agyféltekés kreativitás módszerével? Hogyan tanítsuk őket úgy rajzolni, hogy megőrizzük gyermeki kreativitásukat, ugyanakkor az óvodás és kisiskolás korban berögzült rajzsablonok ne akadályozzák őket rajztudásuk kibontakozásában? A Waldor Art vadonatúj 20 részes oktatófilm sorozata választ ad ezekre a kérdésekre. Megmutatjuk, hogyan tanítsuk gyermekeinket rajzolni, miként fejlesszük rajzkészségüket, kreativitásukat. A hangsúly a közös rajzoláson van. A három fejezetre osztott sorozatban külön foglalkozunk az 1-3 éves Bölcsis, a 3-7 éves Ovis és a 7-10 éves kisiskolás korosztály rajztanításával. Az 1-3 éves korosztály számára készült fejezetben a felnőtteket tanítjuk meg állatokat, növényeket, embert és járműveket rajzolni a gyermekeknek. Rajzfilmszerű, könnyen felismerhető figurákat, formákat tanulunk, amelyekkel leköthetjük a gyermek figyelmét, aki így képi felismerést, koncentrált figyelmet és szavakat is tanul. Ebből az élményből formálódik majd a beszéd és a rajztudás. A 3-7 éves korú gyermekek rajztanítása során alapformákat tanulunk rajzolni. Köröket, ellipsziseket, négyzeteket, cikcakokat. Ezekből a kezdetben megtanult alapformákból fogjuk felépíteni rajzainkat. Megtanuljuk, hogy minden élőlény, tárgy, sőt a kézzel írt betűk is ezekből a képi alapformákból 3-4 lépésben könnyen felépíthető. A feladatok elvégzése után a gyermek biztonsággal fogja lerajzolni a képi alapformákat, ami hozzásegíti ahhoz, hogy könnyen megtanuljon kézzel írottan írni. Biztonsággal fogja lerajzolni a megtanult rajzfigurákat és saját alakokat fog kitalálni, fejlesztve ezzel kreativitását. A 7-10 éves korú gyermekeknek szóló részekben a rajzot közelítjük a realizmushoz. Az oviskorban berögződött rajzsablonokat felváltjuk a valóság hűbábrázolással. Megtanulunk figyelni, alkalmazunk néhány jobb agyféltekés rajztechnikát, mint például a negatív terek fogalmának elsajátítása, vagy a fejjel lefelé rajzolás. Megtanuljuk az arc, a szem, az orr, a száj megjelenítését, az érzelmek kifejezését. Megismerkedünk az emberi alakok mozgásban történő rajzolásának módjával, a térbeli dimenziók ábrázolásával, és fejlesztjük kreativitásunkat.